Vajon mi az oka annak, hogy egy-egy hirtelen népszerűvé vált színészt egyetlen főszerep vagy sorozatszerep után nem látunk a mozikban, vagy ha mégis, akkor korán sem olyan sikeres, mint ahogyan berobbant a filmvilágba. Ezt próbáljuk most megfejteni. Vendégünk Dudás Viktor filmszakértő, akivel a filmvászonról letűnt egyfilmes sztárokról beszélgetünk. Szervusz, jó estét! Jó estét kívánok. De mielőtt az eltűnésről, a letűnésről beszélgetnénk, egyáltalán hogy lehetséges az, minek köszönhető az, hogyha valaki egyetlen filmmel olyan sikeres tud lenni, hogy utána meglepődünk rajta, hogy vagy eltűnik. Nem lesz olyan sikeres. Tehát ugye a siker megelőzi ugye az eltűnést. Hát pont sajnálatosan a mai nap elhunyt Michael Gambon, Sir Michael Gambon mondatát kell idézem, hogy a színpadi színészeket úgy megtűrik, de ahhoz, hogy igazán nagy sztár lehess, ahhoz a filmvászonra kell kerülnöd. És hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a mozifilm, meg most már napjainkban a sorozat, azok egy annyira tökéletesen kimunkált marketing kampány eredményeként gyakorlatilag az egész világra, vagy a kijelölt célterületre olyan dinamikusan tudják eljutatni a sztárokat, a sztároknak az arcait, hogy gyakorlatilag mindenkihez eljutnak ezek az arcok, és ugye pláne egy sorozat esetében annyira közel kerül hozzánk, hiszen ha mondjuk naponta látjuk, vagy rendszeresen látjuk, akkor kialakul vele egy viszonyunk, és gyakorlatilag a mozisztárokra is ugyanez mondható el, hogyha mondjuk egy nagy marketing kampánya felépített filmben valaki egy nagyon sikeres, szerethető karakter tud játszani, akkor az tényleg örökre velünk tud maradni. Ugye a bejátszóból is itt láttuk például Mark Hamillt, vagy a Macaulay Culkint, akik gyakorlatilag összenőtek egy karakterrel, és nagyon nem is tudtak ebből tovább lépni. De itt azért nagyon nagy felelőssége van, sőt, tudatos felelőssége van a castingnak. Nem pont Szilvivel erről beszélgettünk, hogy sokszor talán a casting az, ami annyira profin működik, hogy egy adott karakterre nem is a színészi képességet, igen, hanem a karaktert keresés, utána igen, nem érdekli, ha... Erről, igen, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor fordul elő az, hogy egész egyszerűen nem is a színészi képességek, de én ezt kívülről gondolom, így nyilván döntenek, hanem az a fajta összeillősége azzal a karakterrel, ami nem a színészi képességeket ez össze, esetben hanem sokszor emberi sorsok mennek tönkre. Egy létállapot, amit tud tükrözni. Nyilván a kettő együtt mozog, de azért azt is sajnos figyelembe kell venni, hogy ennek az egész casting, meg nagy hírnév dolognak van egy emberi oldala is, hogy van nagyon sok olyan színész, aki egyszerűen nem bírja elviselni ezt a terhet, ami azzal jár, hogy egyik napról a másikra óriási sztár lesz. Tehát ez az ő választásuk is, hogy eltűnnek. Tulajdonképpen, hát ugye most itt éppen a kedves nézők a Flashdance-ből látnak részletet, hogyha jól vettem észre. Ott például ugye a főszereplőnő nem ambicionálta abban az időben, abban a periódusban azt, hogy ő ebből a szerepből tovább építkezzen és tovább kerüljön, de van, amikor sajnos a hirtelen jött hírnével együtt járó gazdagság, és aztán a gazdagságnak minden egyéb attribútuma, hogy akkor az alkoholhoz, meg a kábítószerhez sokkal könnyebben fér hozzá valaki, és az is tud sajnos annyira befolyásoló tényező lenni az ő további művészi életében, hogy sokszor ettől siklik ki egyébként egy sikeres induló karrier. És szerinted azt egy színész el tudja kerülni, bocsánat, hogy látja azt a szerepet, hogy ez könnyen beskatujázza őt akár egy egész életre, és azt mondja, hogy nem vállalom el, nem ezzel indulok, nem és ezzel nagyon nagy a csábítás, mert hogyha egy nagyon nagy szerepről van szó, akkor azért hát ember legyen a talpán, aki arra aki nem ellen tud mondani. Én egyébként nem gondolnám azt, hogy ez alapvetően a színészeknél az első pillanatban ez probléma. Tehát mondjuk azért nem vállal el valaki egy sorozatban egy főszerepet, hogy mondván azt, hogy őt ez egy életre beskatujázza, mert egyébként meg ellenpélda is van nagyon sok. Tehát hogy akkor most mondjuk, ha már
említettük a Csillagok háborúját, akkor ugye a Mark Hamill mellett rögtön ott van a Harrison Ford, aki gyakorlatilag sokkal sikeresebben ugrotta meg azt a lépcsőfokot, hogy akkor a Star Warsból hogyan lehet tovább menni, és hogyan lehet az arcát, a színészi képességeit tovább kamatoztatni. Tehát nagyon-nagyon sok ellenpélda van. Aztán ugye ott van a Macaulay Culkinnek a karaktere, ahol meg ugye az apukája volt a menedzsere, és ugye nagyon kapzsi volt az apuka az elején, és például az, hogy az Oscar-díjra ugye felkérték, hogy díjat adjon át, és az apuka mondta, hogy igen, elmegy a kisfiam díjat átadni ennyi meg ennyi összegért, és gyakorlatilag, ezt már lehet, hogy itt is említettem, gyakorlatilag ez tönkre is tette a karrierjét, mert ezt általában Hollywoodban szintén nem szokták szeretni. Olyan érdekes, hogy Harrison Fordot mondtad, mert ugye az is van, hogy ugyan látszólag nem egy szerepet játszik valaki, hanem majd még megmutatja magát sok filmen, na de mégis tulajdonképpen mindig ugyanazt a figurát hozza, és ilyen értelemben egy karakter ő. Ezt nem írom alá feltétlenül, mert szerintem az ő alakítása, mert az ő alakításaiban is szerintem ő úgy tud más karakter lenni, hogy saját maga marad. Tehát most nyilván nem akarom a Leonardo DiCapriót hozni mellé, vagy mondjuk a Christian Bale-t, akik minden karakterben egészen elképesztően el tudnak bújni, de mégis saját magukat játsszák. Visszatérve egyébként az, hogy ezek az egy pillanatnyi feltűnő sztárok között azért többségében állapítsuk meg, hogy azért a fiatalok, a gyerekek vannak többségében, tehát a felnőtt színészek közül kevesebb ilyet tudunk mondani, mert például a fiatalok között is van nagyon sok olyan, aki például nem feltétlenül ambicionálja ezt a dolgot, aztán persze mégis megtalálják különböző szerepek, tehát ott van például az Angus T. Jones, ugye akkor két pasi meg egy kicsiből gyakorlatilag nem is tudott kitörni, és mondjuk neki egy nagyon komoly lelkitörést okozott, de mondjuk a régiek közül is tudunk mondani Judy Garland, vagy adott esetben még Drew Barrymore is nagyon nehezen jutott túl az E.T. sikerén, de ott van például a David Faustino a Rémrendes családból, aki szintén nem különösebben ambicionálta a színészetet, aztán most mégis persze hát sok azért annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy ne legyünk igazságtalanok sem, mert például amikor irodalomról beszélünk, és mondjuk egy egykönyves szerzőről beszélünk, mondjuk a Ne bántsátok a fekete rigót, az egy darab híres könyv, és mennyire örülünk neki, hogy megszületett. Az egy van. Hogy az egy van, és mennyire boldogok lehetünk ezzel, és az irodalom gazdagabb. És azért mi nézők is, vagy filmfogyasztók is, azért amikor a skatujáról beszélsz, akár Harrison Ford esetében, azért hogy fel tudunk háborodni, hogyha egy adott karaktert új arcra cserélnek? Szerintem a James Bondok a legjobb. De még a magyar közönség a szinkronhang fölcserélésén is nagyon komolyan felháborodni. Igen, tehát egyébként, és akkor visszakanyarodhatunk arra, hogy a castingnak is nagyon fontos szerepe van abban, hogy mondjuk valakit, egy olyan személyiséget, egy olyan fizimiskát találnak meg egy olyan szerepre, amit a nézők nagyon könnyen befogadnak, és valamitől szimpatikussá válik, és a kettő nyilván egymásra hat. Nyilván én is annak örülnék, hogyha minden olyan szereplő, aki föltűnt egy filmben, és nagyon sikeres tudott lenni, akkor mondjuk azt tovább tudná vinni, és a karrierje tovább tudná építeni. Biztos, ezekhez a szerepekhez nagyon erős karakter kell. Én egyébként ismerek egy nagyon erős karaktert, aki egy szereplős, vagy egyszeri színész sztár volt, ő a mai szerkesztőnk Ferenci Adi, aki hála az égnek a Kisvárosban betöltött szerepe után szerkesztő lett, és azért tud ilyen csodálatos adásokat szerkeszteni.